mondják, hogy az ember a lehet... Októberben az idősek világnapja alkalmából a városvezetés minden 60-i idős otthonba és klubba ellátogatott, hogy felköszöntse a szépkorúakat. Így a Vasutas Szakszervezeti Nyugdíjas Klub közösségének is kifejezték tiszteletüket az önkormányzat képviselői. Az eseményen Horváth Richárd polgármester arról beszélt, fontos, hogy megbecsüljük a szépkorúakat, valamint kiemelte, hogy mindannyian példát vehetünk az idősebb generációról, hiszen az élethez való hozzáállásuk, céltudatosságuk példaértékű. Önök a mai napig segítik a gyerekeiket, segítik az unokáikat, segítik azokat, akiket önök arra érdemesnek találnak. És higgyék el nekem, hogy ez óriási dolog. A Vasutas Szakszervezeti Nyugdíjas Klub tagjai nagy hangsúlyt fordítanak a közösségépítő programok megvalósítására. Rendszeresen tartanak találkozókat, melyek mindig jó hangulatban telnek. Erről már Gulyás Gyuláné, a klub elnöke beszélt. Nagyon szívesen összejönnek a tagok, mert ez egy nagyon kedvező alkalom arra, hogy együtt beszélgessünk, jókat együnk, illetve jól érezzük magunkat. Tervezünk a karácsonyi ünnepséget is, ugye még azt meg szoktuk tartani, kis ajándékkal szoktunk kedveskedni, illetve a városi ünnepségen is mindig képviseltetjük magunkat. Az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen ajándékot is kaptak a klub tagjai. Minden szépkorút egy-egy bombonnal leptek meg.